Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 10 ország képviseltette magát a teremkerékpáros Európa-bajnokságon. 5 aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon. A díjkiosztóval zárult a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság. Tehetségeket kerestek a Szabolcs gyermek strandkézilabda tornán. 10 ország 76 versenyzőjének részvételével rendezték meg Nyíregyházán a teremkerékpáros Európa-bajnokságot. A kontinens viadalon, kerékpárlabdában és művészi kerékpározásban mérték össze tudásukat a résztvevők. Az Európa-bajnokság megrendezésének az ötlete 2019-ben merült fel. Ugye 19-ben mi kimentünk a bázeli világbajnokságra, felvenni ott a kapcsolatot az Európai Szövetséggel, illetve a világszervezettel, és a referenciák alapján, illetve a korábban Magyarország által rendezett versenyek alapján jóváhagyták az elképzelésünket, utána indultak be a munkálatok. Mekkora szervezést igényel egy ilyen ebélebonyolítás? Hány országból érkeztek csapatok? Mennyi a részvevők száma? 10 országból jöttek versenyzők, 76 versenyző. A szervezésnek a nagy része inkább papírmunka, tehát itt egy jóval kisebb logisztikával jár egy ilyen versenynek a lebonyolítása, mint egy országúti kerékpárverseny, de van vele azért munka. Nekem egy kicsit szokatlan volt, hogy ugye egy zárt térbe rendezek versenyt, ugye a korábbi országúti versenyekhez képest, de érdekes feladat. Mennyien vannak a magyar versenyzők, és mi volt az elvárás velük szemben ebben a szakákban, ebben a két szakákban? Indult művészkerékpárba ugye 6 versenyzőnk, ugye 2 férfi, 2 női egyénibe, illetve indult egy páros, valamint ugye a kerékpárlabdába indult egy csapatunk helytállni. Tehát ugye azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokság az majdnem, hogy szinte világbajnokság, tehát azért a világbajnokságon az első 6-8-ba nem szokott beleférni, nem európai. Úgyhogy itt a világ legjobbjaival kell megmérkőzni, a németek, osztrákok, Svájc, csehek, tehát ezek a legjobbak a világon, de helyt állnak a magyarok. Tekintsünk egy picit előre, idén nyáron mire számíthatnak még Nyíregyházán a megyében a kerékpársport szerelmesei? Augusztus 17-18-19-én kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, ugye most már harmadjára, hagyományteremtő jelleggel, ami ugyanazzal a koreográfiával fog lezajlani, 17-én ugye egy egyenkéntivel indulunk Nyíregyházán, 18-án egy nyíregyházi lassú rajt, Ibrányi befutóval, illetve 19-én egy nyíregyházi befutó, egy nyíregyházi körözés vár majd a mezőnyre. Értelemszerűen magyar páros is részt vesz a nyíregyházi Európa-bajnokságnak kerékpárlabda sportágban. Milyen reményekkel vágtatok neki ennek az ebének a mezőny ismeretében? Múlt évi világbajnokságot mi ugye összesített 8. helyen zártuk, illetve itt most a múlt évi világbajnokság első 5 helyezettével játszunk. Úgyhogy tudtuk, hogy mire számítsunk. A tisztes helytállás volt a kitűzött cél. Meccsek felébe szerintem sikerült is ezt hoznunk. Nagy előnye indulnak a srácok, itt a külföldiek ugye egy világbajnokságot nyert edzővel indulnak, 100 éves klubokkal, úgyhogy megvan a előnyük. Igazából itt a első fél időben, főleg itt a francia és a svájciaknál szerintem szépen tudtuk tartani magunkat, ami cél volt. A másodikban már ők is talán jobban kiismertek minket, meg mi is elkezdtünk fáradni már azért, úgyhogy ezért a másodikban tudtuk egy kicsit jobban elhúzni. Hol a legnépszerűbb a világon ez a sport? Hol űzik a legjobban, a legtöbben? Legtöbben Németországban, tudtommal, ott ilyen 2-3 ezer csapat, és ehhez képest ugye van egy nagyon bonyolult kvalifikás rendszerük, legalább egy 6-8 fél a liga, nagyon sok forduló, illetve ők nagyjából egy helyen tömörülnek, tehát itt osztrák, Svájc, francia, német, ők relatíve egy ilyen gócpontban vannak, ott ilyen 50-100 kilométeres távon belül simán tudnak egymással edzeni, meg nagyobb versenyeket tartani.
Ti mennyit tudtok gyakorolni mondjuk az ellenfelekhez képest? Most őnekik is legalább 2-3-4 edzés van, amiket így beszélgetek a külföldi játékosokkal. Mi heti 2 edzést tudunk betömöríteni a hétköznapi életbe, a munka, család és a egyéb elfoglaltságok mellé. Mellette megtörekszünk rá, hogy minél több nemzetközi versenyen részt vegyünk. A legnagyobb problémát mi egy kemény mérkőzést szeretnénk játszani, ugye akik utánpótlás csapataink, ők ugye lihegnek a mi nyakunkba, tehát ő előttük van egy kis előnyünk, de ahhoz, hogy minket megszorongosson valaki, minimum 250 kilométert kell utazni, de inkább 500 az átlag. Hogy néz ki a közeljövő és a távoljövő, milyen céljaitok vannak? Közel-távol cél is, igazából ugye ez, ahogy említettem, összesített 8. helyen zártunk. Ugye mi B csoportban vagyunk, ez egy második helyet jelent abban a csoportban, ott az első helyet megszerezni, illetve ugye egy lehetőséget szerezni az A csoport, tehát a itteni legjobb 5 plusz még egy 6. csapat ellen, hogy fölkerüljünk közéjük. Ez a rövid középtávú cél. Most ezután ugye elindul a felkészülés a évvégi világbajnokságra, ami Belgiumban lesz, illetve jövőre Skóciában, Glasgowban kerül megrendezésre egy ilyen az összes UCI az összes kerékpár sportot egy helyen felvonultatja, egy 10 napos ilyen mini olimpiát kell elképzelni. Ez nekünk is egy nagyon nagy újdonság lesz, úgyhogy izgatottan várjuk. 5 aranyérmet szereztek a nyíregyházi atléták a felnőtt magyar bajnokságon. A gyalogló Helebrant Máté, a magasugró Bakosi Péter, a diszkoszvető Szikszai Róbert, a távolugró Nyisztor Petra és a súlylökő Tóth Balázs állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Én bíztam benne, hogy a fedett pályás magyar bajnokság eredményeit, amit itt rendeztünk Nyíregyházán, ezt meg tudjuk ismételni. Az 4 arany volt. És hát hála Istennek több lett, 5-öt sikerült elhoznunk Budapestről, és én még optimistaként bíztam a 6. is, Kerekes Dóra személyében. Sajnos ez nem jött össze, kis technikai problémái voltak, de ez az 5 aranyérem is azt mondom, hogy csodálatos eredmény a helyezésekkel együtt. Jön a világbajnokság és az Európa-bajnokság, ha minden jól, akkor akár 3 nyíregyházi versenyző is ott lett az EB-n, és talán Szikszai Robi is ott lesz a VB-n. Bízom benne, igen, és hát a következő időszak ez erről szól, hogy felkészülni, főleg az Európa-bajnokságra. Már Máté a magyar bajnokság után edzőtáborba utazott, a többiek pedig itthon készülnek, ami egy kicsit nehezíti a felkészülést a magasugróknál, illetve Bakosi Petinél, hogy az utolsó ugrásánál megsérült és eltört az orra, de remélhetőleg ez hamarosan helyre jön és tudja tovább folytatni a felkészülést. Még van idő az Európa-bajnokságig, jelenleg ő is benne van az utazó csapatban, tehát bízom benne, hogy az 3 versenyző ott lesz Münchenben, és Nyíregyházának, Magyarországnak, a sportcentrumnak dicsőséget fog szerezni. Talán lehet azt mondani, hogy esélyesként indult el az országos bajnokságon, végül meg lett az aranyérem. Milyen hangulatú volt a verseny, milyen formában versenyeztél, mennyire vagy elégedett? Ugye 61-37-en nyertem, ezt szerettem volna, hogyha több. Az elmúlt hetekben már azért 64 fölött is dobtam, 63-80-63 fölött is többször, úgyhogy ellenfél nélkül nehéz volt, hogy a két nagy ellenfelem van, egy fradis srác és az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoli, ugye ő 44 éves, már nem indult el a versenyen, a másik ellenfelemet pedig valószínűleg műteni kell térdét, úgyhogy klubtársam Káplár Jani volt úgymond az ellenfél, úgyhogy egyedül kellett versenyezni, ezt a második sorozatban sikerült ezt a 61-30-et dobni, utána nem tudom, vagy az időjárás, nem tudom, nagyon leültem, nem tudtam magam felpörgetni arra a szintre, ami kellett volna. Viszont előbb-utóbb fel kell pörgetni magad, hiszen fókuszban most már az Európa-bajnokság, és még azt sem kizárt, hogy indulsz a világbajnokságon is. Milyen esélyt látsz az utóbbira? Ez a szövetségem múlik, szinten megvan hozzá. Ők az Európa-bajnokságra akarnak minden atlétát kivinni. Ugye nagyon messze van a VB Eugene-ba, tehát 8-9 óra időeltolódás. Nem szeretnék, hogyha az megzavarna, és inkább az EB-n ugye sokkal jobb helyezést lehet elérni egy ugyanolyan eredménnyel. Hány alkalommal is hol állhatsz még rajthoz a két világversenyig? Itthon még lesz a Magyar Szuperliga állomásokon ott mindenképpen, az még 3 helyszín, Szombathely, Pápa és Pest, hogyha jól tudom. Azokon mindenképpen részt szoktam venni, és külföldi versenyeken ugye az a menedzseremtől függ, hogy
milyen versenyeket szervezzenek még addig. Ez a mostani eredmény egy dolog, de azért gondolom érzed, hogy milyen formában vagy, mennyire futhat ki egy dobás, ha minden összejön. Ilyen állapotban még nem voltam soha, tehát olyat, hogy az előző versenyen is a 6 dobásom 61-80 fölött volt, még ilyet nem csináltam soha. Ebből ugye az látszik, hogy valószínűleg jó állapotban vagyok, jól is érzem magam, most egy kis pihenőt is kaptunk, úgyhogy akár a hétvégén is már lehet egy 65-66 méter is. A fedett pályán szerzett bajnoki aranyérmet követően a szabadtéri szezonban eddig nem úgy jöttek az eredmények, hogy szeretted volna. Ennek tükrében milyen formában és milyen célra utaztál a felnőtt országos bajnokságra? Mindenképpen célom volt a címvédés, ugye már tavaly felnőtt magyar bajnok voltam. Végül ugye sikerült megvédeni a címemet és megszerezni a második felnőtt magyar bajnoki címet. Igen, ugye nem voltak hatalmas eredmények mostanában. Ez technikai okoknak betudható. Nem úgy ment mostanában, de hát ugye vannak fentek és lentek, és ezen tovább kellett gördülni, tovább kellett lendülni. Ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy innentől kezdve már csak felfelé van. Mennyire volt szokatlan az, hogy volt egy selejtezős nap, aztán azt követően volt a döntő? Elég szokatlan volt, nem volt még ilyen. Nem vettem még ilyen országos bajnokságon részt, hogy lett volna akár selejtező. Taktikailag megoldottuk, tehát szombati napon minimális energiabefektetéssel bekerültem a döntőbe, és így tudtam tartalékolni a vasárnapi döntőre. Korábban azt mondtad, hogy az országos bajnokság számodra az év, a nyár fő versenye, de gondolom ezzel még nincs vége a szezonnak. Milyen versenyeken léphetsz még a dobókörbe? Persze, hát ugye a magyar bajnokság ugye az a fő versenyünk, főleg olyan években, amikor nincsen, vagy nagyon messze van a szint esetleg nemzetközi versenyekre. Még jövő héten lesz korosztályos magyar bajnokság, illetve augusztusban lesz még válogatott viada, esetleg Gyulai Memoriálon lehet még részt venni. Remélem sikerül oda kijutni. A hagyományos díjkiosztóval zárult a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság 2021-22-es idénye. 10 csoportban 105 csapat, 1200 mérkőzés játszott az elmúlt 10 hónapban. Fantasztikus bajnoki évet zártunk, hiszen ugye volt egy kis szünet a pandémia miatt, többször próbáltuk átalakítani akár tavaszi-őszi rendszerre, végül is maradtunk a régi lebonyolítási rendszernél, és az őszi-tavaszi rendszernél maradtunk, és hát egy igazán színvonalas bajnokságot tudunk most már magunk mögött, hiszen utolsó pillanatig az utas előtti fordulóba még csak 2 bajnokunk volt, és majdnem az utolsó fordulóba dőltek el a bajnoki címek és a dobogós helyezések, vagy éppen a kiesésre ítélt csapatok. Hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy igazán sportszerű bajnokságot zárhatunk be. Igaz, hogy a pandémia után, mikor visszajöttek a csapatok, egy kicsit kiélezett volt a küzdelem, ki is voltak éhezve a csapatok, és kicsit jobban elengedték magukat. Akkor 8 kiállításunk volt 600 mérkőzésen, most viszont erre szintén nagyon büszke vagyok, 600 mérkőzésen, a második 600 tavaszi idényben, ott viszont csak 5 kiállítás volt, ebből sem volt olyan kirívó minőségű kiállítás, és ez sokat számít részemre, és az is nagyon sokat számít nekem, hogy nem volt kimagasló sérülés a bajnokság folyamán. Akik egyébként meg megsérültek, azoknak innen is jobbulást kívánok, és várjuk vissza őket a bajnokságba, hiszen összességében az 1200 meccs mellett mi 2000 mérkőzést játszottunk le az egy év alatt, hiszen ebbe benne volt a terem bajnokság is, és benne volt még a tavalyi strandfoci fesztivál is, tehát ez 2000 mérkőzés. Hány osztályban, hány csapat versengett az elmúlt szezonban?
Továbbra is 10 osztályba szerepelünk, hiszen 7 osztályba vannak az amatőrök ABC-től egészen a G csoportig, és van 3 első, második és harmadosztályú öreg fiúk csapatunk, ahol fantasztikus nagy küzdelmek vannak. Hát világos, hogy az első osztályban vannak, ott a régi motorosok szerepelnek, de már a másodosztályban is kiélezett küzdelem van. Most már harcolnak azért a csapatok, hogy feljebb kerüljenek, és mondjuk ne a harmadosztályba játszanak, de örömjátékként fogják fel az öreg fiúk ezekben a csoportokban a játékot. Általában minden játékos játszik még mellette egy amatőr csapatba is. Okozott-e valamilyen gondot a stadion építése, hiszen azért megváltoztak a körülmények? Nem okozott különösebb gondot, hiszen polgármester úr megígérte még a bajnokság kezdete előtt, még el sem kezdődött a stadioni építkezés, hogy a kispályások szerepelése nem sérülhet, és ez így is volt, hogy ő azt mondta, hogy mindenféleképpen a bajnokságnak mennie kell, itt 3500 emberről van szó, egy Magyarország egyik legnagyobb szabadidős rendezvénye, és ez így is történt. Közben ugye május 15-e környékén egy előre bejelentett változás volt, akkor az ABC pályát le kellett adnunk, tehát azt elvették tőlünk, mert a túloldalon egy szabadidőközpont építése kezdődött meg, és ott már hatalmas nagy, tehát markolók, nagy gödrök, betonacélok voltak, és így akkor leszűkült a lehetőségünk a DE és az F pályára, és mellette még a kisműfűves pályán is tudtunk játszani, és így be kellett áldozni a szerdai eső napot, ezért kitűnően le tudtuk bonyolítani a bajnokságot, és ez így lesz a jövőt illetően is. Javítunk majd a kisműfűves pályának a minőségén, hogy ott is kitűnő körülmények között tudjanak játszani a csapatok, és én bízom benne, hogy az augusztus 15-i induláskor már minden rendben lesz, és valószínűleg ugyanúgy egy 115 körüli csapattal fogjuk tudni indítani a bajnokságot, amit majd megelőz az elődöm Víg István emlékére, most már 5. alkalommal megrendezésre kerülő Víg István emléktorna egy szombati napon. Előtt azonban még itt van a Strandfoszi Fesztivál, egy hagyományos rendezvényről van szó, most milyenre számíthatnak, akik kilátogattak majd a strandra? A csapatok pillanatok alatt megtöltötték a létszámot, 32 csapat nevezett be a férfiaknál a Strandfoszi Fesztiválra, és 4 női csapat. 14-én indul, július 14-én és 17-én estig zajlanak majd a küzdelmek. A hölgyek azok csütörtökön 14-én reggel kezdenek, és azt követően pedig egyfolytában játszunk egészen a döntőig, tehát 17-én este 7 óra magasságába kerül átadásra az immár 10. alkalommal megrendezésre kerülő jubileumi strandfoci fesztivál, ami most nemzetközi lesz, hiszen egy szlovák csapat is indul a tornán. 8 csapat részvételével rendeztek utánpótlás strandkézlabda tornát Sóstón. A cél az volt, hogy találjanak olyan tehetségeket, akik bekerülhetnek a serdülő válogatott keretbe. 2008-2009-es születésű gyerekek, illetve sportolók részvételével kerül lebonyolításra a mai torna. 4 fiú és 4 leány csapatunk van, 6-6 mérkőzést játszanak körmérkőzés formájában. A célja ennek a tornának tulajdonképpen a tehetségek felfedezése, hogy az egyre inkább népszerűbbé váló strandkézilabdába válogatott játékosokat is tudjunk adni az országnak, a mi megyénkből is, mint ahogy a teremkézilabdába is sikerült eddig. Milyen egyéb rendezvények lesznek még itt a nyár folyamán? Még egy rendezvényünk lesz július 2-án és 3-án, az úgynevezett harmadik Hunbics kézilabda tornánk. Az ettől egy teljesebb körű lesz, nem csak utánpótláskorú játékosok lesznek, nem kiválasztó jelleggel, hanem teljes spalettával az utánpótlástól a felnőtt korosztályig. És természetesen miután ez a harmadik, már vannak olyan csapatok, akik korábban ezen részt vettek, és ezt úgy szeretnénk meghonosítani, hogy lehetőségekhez mérten a későekben is, ugye 4., 5. és stb. Ennek a célja az egyrészről, ugye, hogy ez tulajdonképpen, ahogy az egyesületek is mondják,
Ez egy jutalom az egyesületek részére, mert egy teljes ellátással, teremkézilabdákat úgymond lezárva, nyáron kikapcsolódással, egybekötött játékról van szó, és ezt szeretnénk megrendezni. Itt a nyár és ezzel együtt indul a strand kézilabda szezon. A kézilabdának ez az ága nem tekint vissza több évtizedes múltra sem az országban, sem a megyében. Mégis hol tartunk most itt a megyében ezen a téren? A kézilabda ugye önmagában Magyarországon rendkívül népszerű és eredményes, nemzetközi szinten is eredményes sportág. Számtalan szakága, programja működik. Az, hogy itt a strand kézilabda most kezd honosodni, voltak már itt korábban is gyökerei, de ez egy utánpótlás korosztály, egy megcélzott 2008 és 2009-es korosztály. Célok közt van az is, hogy a leendő magyar serdülő válogatottban, amint itt feltűnik olyan tehetség, abba az irányba menedzseljük, jelöljük és egyéb. Ez a mai rendezvény ezt szolgálja. Labdával játsszák, kézzel dobják a labdát, de lehet azt mondani, hogy egészen más sportág a strandkézilabda, mint a teremben űzött változata? Egy sajátos szabálya van, nyilván itt is a gól az gól, de van dupla gól, egy kicsit az attraktivitás irányába elmegy, látványos, az öltözet egy kicsit más, ebben ugye újabb szabálymódosítások vannak, de egy jövőt ígérő sportágról van szó. Népszerű egyébként a gyerekek körében? Az a gond, hogy korábban már volt korosztályos utánpótlás bontásban ez, aztán megszűnt csak a felnőtteknél, és úgy gondolom, hogy itt újra észszerűség és a célszerűség diktált, hogy megint a korosztályokra lebontva, és akkor így az utánpótlás garantált. Egyébként, ha egy picit bemegyünk a terembe, milyen állapotban van a megyei utánpótlás kézilabdában? Mint szakfelügyelő úgy gondolom, hogy jó infrastruktúránk van a megyébe, tehát számtalan szép és használható korszerű sportcsarnok épült. Nyíregyházán igazából nagy változások nem történtek, és én úgy gondolom, hogy túlzás, de hemzseg a tehetség. Tehát a tehetség megvan, dolgozni kell velük, dolgozni kellene velük, nem annak az iránynak kellene erőt adni, hogy elfelé vágynak innen a gyerekek. Szerintem minden adott ahhoz, hogy újra komoly kézilabda legyen a megyében. A Tiszavasvári Esély lánycsapattal érkezett erre a strandkézilabda tornára. Milyen reményekkel, célokkal jöttetek? Mindenképpen szeretnénk nyerni. Azért jövünk egy tornára, hogy meg szeretnénk nyerni. Készültünk rá. Két és fél hete járunk heti három alkalommal. Ott Tiszavasváriban a tábor területére van egy jó kis strandkézilabda pályánk. A lányok lelkesek, mindenki minden edzésen ott volt. Igazából meghívást kaptunk erre a tornára. Tornában egyik Gergő keresett meg minket, azonnal igen mondtam. Úgy gondolom, hogy nyárzárónak vagy évadzárónak ez kiváló. Ezzel lezárjuk ezzel a szép nappal. Ha még egy pozitív eredmény születik, elsők lennénk, akkor nagyon boldogak lennénk. Tiszavasáriban nagyon komoly múltja van a kézilabdának. Milyen a jelene, milyen most jelenleg az utánpótlás helyzete? Én azt tudom mondani, hogy a körülményekhez képest szerintem nagyon jó. Majdnem minden korosztályban és nemenként tudunk indítani csapatokat. Kollégáimmal rengeteget dolgozunk, minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy edzéseket tartsunk, és a csapataink úgy gondolom, hogy nagyon szépen szerepelnek, és jó eredményeket érnek el korosztályunként. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!